Immár hagyományosan ezúttal is február első hétvégéjén rendezték meg a Kistarcsai Böllér Fesztivált. A versenyre 2016-ban a korábbi évekhez képest több csapat, idén már 18 nevezhetett be. Köztük a város testvértelepülései és más Kistarcsával baráti kapcsolatban álló települések delegációi is, akiket a már megszokott módon a fesztivál előestjén a Csigaházban köszöntöttek. Ebben az évben kik látogattak el Kistarcsára? Ebben az évben a meghívásunkat a 4-ből 2 testvértelepülésünk tudta elfogadni különböző okok miatt, de nagyon örülünk, hogy el tudtak jönni több száz kilométerről, mint 2. A távolabbival kezdem, és a régebbivel, az elsővel, Tórja testvértelepülésünkkel, akik ugye Erdélyből jöttek, de a legújabb testvértelepülésünk Fancsika, nekik is nagyon-nagyon örülünk, hiszen nekik a határ, a magyar-ukrán határ sokkal nagyobb akadályt jelent, mint az erdélyeknek a több száz kilométerről távolabbi idejutási lehetőség. Tudnék mesélni, hogy milyen akadályokon és problémákon küzdötték át magukat, hogy ma itt este elmondhatjuk, hogy valamennyien végre együtt vagyunk, és közösen várhatjuk a Kárpát-medence egyik meghatározó közös gasztronómiai ünnepét, a disznóvágást. A fesztiválra Tórja és Fancsika testvértelepülések mellett Előpatak és Gádoros települések képviselői is ellátogattak, akik Tórjához hasonlóan régi barátságot ápolnak a kistarcsaiakkal. A jó hangulatú est folyamán a Csigaházban valamennyi vendégtelepülés bemutatkozott néhány szóban. Amit majd fog holnap mutatni a holnapi nap is, minden verseny nehéz. Például mi a tavaly elvittük az első helyet. Что будет показывать и завтрашний день, потому что они того року забрали перше місце. És most visszahoztuk ezt a kupát. А тепер привезли обратно цю купу. Mivel többet nyertünk, a legszebbet visszahoztuk. Причому більше вони забрали і саму кращу привезли обратно. És át is adnám a polgármester úrnak, mi őriztük egy évig, épp egészségben, gyönyörűen, nem kapott még napfénytől védve. Poroltuk mindig egy nő ott volt mellette, porolgatta, fényedgette, és most visszahoztuk épp egészségben, polgármester úr, és ajánlom, hogy adja egy más csapatnak az idén, aki megérdemli ezt a kupát, és tegye feltételnek, hogy jövőbe hozza vissza. Ha tudott nyerni, jön vissza a jövőbe is. Az ukrajnai Fancsikának Magyarországon Kistarcsán kívül más településekkel nincs testvérvárosi kapcsolata. Ez az első ilyen összeköttetésük. A mostanihoz hasonló meghívásban és fogadtatásban még nem volt részük. Körülbelül egy évvel ezelőtt vetődött fel a gondolat. Még mielőtt a médiában igazán köztudottá vált, hogy Kárpátalján nagyon nagy problémák vannak, egyrészt a gazdasági körülmények, másrészt ugye a háborús állapotok miatt, és előtte itt egy helyi kapcsolat révén, miszerint van fancsikai származású kistarcsai lakosunk, akinek a kapcsolat rendszeréből adódóan pillanatokon belül sikerült egy olyan adományozó körutat szervezni itt Kistarcsán, amiben mindkét felekezeti egyház, tehát úgy a római katolikus, mint a református egyház, illetve az önkormányzat gyorsan és hatékonyan elkezdte a gyűjtést, illetve a segítség szervezését Kárpátaljára és konkrétan Fancsika településre, mert az önkormányzat mindenképpen fontosnak és meghatározónak tartotta, hogy egy konkrét településen segítsünk. Ne úgy általánosságban a Kárpátalján, hanem ha lehet, akkor azon belül egy személyes kapcsolat alakuljon ki, és miután ez a személyes indítatás megvolt itt a településen már, erre mi gyakorlatilag csak rászerveztünk. És ennek kapcsán egyszer történt egy pénzadománygyűjtés mindkét egyház részvételével és az önkormányzat hatható segítségével, és azon felül pedig második lépcsőben
pedig komor tárgyi eszközök és adományok gyűjtése is történt a helyi cégek és a lakosság bevonásával. Ennek az értéke több millió forint, amely végül körülbelül szeptember környékén sikeresen meg is érkezett hiánytalanul Fancsikára, aminek ők természetesen nagyon örültek. Majd ezt követte az a jó hír, hogy a Bethlen Gábor Alapítvány pályázatának segítségével, vagy jóvoltából a 2016-os, azaz a mostani Böllér Fesztiválra meg tudtuk hívni a települést egy ilyen nagy létszámban, és ők is be fogják mutatni a helyi hagyományaikat, hogy ők hogyan dolgozzák föl a sertést a holnapi nap folyamán. Fancsikóznak hodice 8 kilométerű bíd uharszkó kordónu. Fancsika települése 8 kilométerre van a határtól, a magyar határtól. В селі проживає більше як 35% угорськомовного населення. А в фолубан тобі він 35% магар. Загалом в селі проживає 2400 чоловік. А в фолубан 2400 лакушаван у фолубан. Сільська рада наша, до нашої сільської ради відноситься 3 населені пункти, загалом десь приблизно близько 5000 населення. A fancsikai községhez 3 település is tartozik, majdnem 5000 lakossal. Ми перший раз приїхали на такий міжнародний фестиваль. Дуже гарно дякуємо Шандору за запрошення. Először érkeztünk ilyen fesztiválra, nemzetközire, és nagyon szépen köszönjük Sándornak, hogy ugye felkerestek minket és meghívtak. Ми очікуємо від цього свята, від нашої зустрічі, співпраці. Маріан Юрій, Фанчика község polgármestere hangsúlyozta. Remélik, hogy Ukrajna kikerül a jelenlegi nehéz helyzetéből, és a jövőben együttműködhetnek az európai népekkel az Európai Unió tagjaként. Ми думаємо, що ми, як Західна Україна, будемо першими, які почнуть співпрацювати, тісно співпрацювати з Європейським Союзом. Скільки ви прийшли? А що буду робити завтра? Наша делегація складає. A polgármester azt is elmondta, hogy a fesztivál napján a Kistarcsára érkezett 33 fős delegációból néhányan részt vesznek a versenyben, és tradicionális ukrán borstslevest, káposztás húst, hurkát, saslikot és pelmenyit, azaz orosz hússal töltött főtészta specialitást készítenek. Ez az iszonyatos fesztivál és a gasztronómiai fesztivál 13 évvel ezelőtt, hogy úgy mondjam, találta ki a Gádorosi Hagyományőrzés Falusépítő Egyesület. Цей фестиваль, який буде в нас тут завтра у Кішторчо, колись придумали ще у Гардоші 13 років тому, щоб ці традиції все обновити. Olyan ötlet jött, hogy Gádoros orosra végződik, és Magyarországon levő orosz végződésű települését meghívtuk a disznót orosra. Testvértelepülési kötelékeit Kistarcsa nagy odafigyeléssel ápolja. A város kiemelt célja, hogy a történelmi Magyarország elszakított területeiről szoros kapcsolatot építsen ki egy-egy magyar lakta településsel. Azt tudomásul kell venni, hogy mi Magyarország szívében gyakorlatilag a saját nemzetünk által lakott országhatárokon túli véreinkkel, hát természetesen mindegyikkel szeretnénk kapcsolatot tartani és gyakorolni. Most ez Kistarcsának sikerült északra, keletre, észak-keletre, de délre még nem. Tehát én azt mondom, hogy a délvidéki testvértelepülés, akinek már még kiszemeltük a potenciális áldozatát, és csak rajtuk múlik, hogy ők is szeretnék ezt. Én azt gondolom, hogy igen, mert más települések rendezvényein már találkoztunk. Én Kopácsra gondolok egészen konkrétan. Mi nagyon szívesen vennénk, hogyha Kopáccsal esetleg testvér városi kapcsolatba tudnánk kerülni, és akkor tulajdonképpen bezárulhatna ez a kör itt Magyarország határain túl vagy körül, amelynek kapcsán elmondhatnánk, hogy minden határon túli ország
magyar lakta település rendszerével kapcsolatban kerülhetünk. Úgy kerültünk mi Kistarcsára, a fesztiválra, hogy a kistarcsaiakkal ezelőtt 2 évvel találkoztunk Tórján. Mi egy megyéből vagyunk Tórjával, ő az egyik felén a megyének, én a másik felén, én Brassó felé vagyok, a Barcaság felé, Székelyföldnek a szélén. A bemutatkozások után a meghívottak kocintottak az elmaradhatatlan barátkozás pálinkával, majd vacsora és élőzenés mulatság várta a vendégeket. Hosszú fekete haj, sokán ez a csaj, túlságos a hisza, lódéja meg lista. Hosszú fekete haj, nem sokán ez a csaj, túlságosan hisza, lódéja meg lista. Olyan komálosabb a látó, olyan süke csavó belátó, olyan komálosabb csávó, de minden csajnál látszó. Olyan komálosabb a látó, olyan süke csavó belátó, olyan komálosabb csávó. Szombaton már reggel 6 órakor gyülekeztek a csapatok az Ifjúság téren. A megnyitón a rendezvény házigazdája, Klacsán Lajos, a munka- és balesetvédelmi tudnivalók fontos előírások mellett ismertette a verseny menetét és az értékelési szempontokat is. Kérünk minden csapatot, hogy a kiosztásra kerülő karszalagot viselje, ezt most felolvasom minden szó szerint, mert a kordonon belül csak azok tartózkodhatnak, akiknek van karszalagjuk. Higiéniai előírásokat maximálisan betartani, a feldolgozott disznóból árusítani senkinek nem szabad. A kölyár szigorúan tiltja ezt a dolgot, úgyhogy megkérek minden csapatot, hogy saját használatra dolgozzon, árusítani ne próbáljon senki. Én úgy emlékszem, minden alkalommal úgy volt, hogy ez kizárást von maga után, hogyha rajta kapunk valakit, hogy árusít. Bemutatták a zsűri tagjait is. Herczku János életműdíjas mesterszakács, dr. Gotthárd Gábor a 7. kerület jegyzője, Juhász István a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körének elnöke, Ország Tibor Hentes mészáros, valamint Kovács Géza szakács. A verseny megkezdése előtt Solymosi Sándor Kistarcsaváros polgármestere köszöntötte a jelenlévőket a jubileumi Böllérfesztiválon. Ez az 5. Böllérfesztivál, tehát egy kicsit úgymond kerek évforduló, és akik annak idején ezt kitaláltuk és elképzeltük, hogy majd esetleg ilyenné válhat 5 évvel ezelőtt, hát most nagyon örül, repes a szívünk, hogy 18 csapat vállalkozott a mai nap során arra, hogy megmutassa a tudását, és hát ami nagyon nagy öröm számunkra, hogy határainkon túl, de a Kárpát-medencéből ugye sikerült más csapatokat is meghívni. Mindenkinek nagy köszönet, az összes többi csapatnak is, hogy bevállalták, felvállalták ezt a megméretetést. Nagyon köszönjük, hogy meg akarják mutatni azokat a hagyományokat, amiket ők tanultak, ők hoztak magukkal, és mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, viszont balesetmentes napot is hozzá. A rendezvény díszvendége volt Benke László, olimpiai bajnok mesterszakács. A fehér asztal mindig a béke szigete, ahol népek, nemzetek sorsa dől el, de a miénk is. Igen. Van-e annál szebb, bensőségesebb érzés, mint a családdal együtt a fehér asztal mellett elfogadni, elfogyasztani hagyományainkat? Mikszárt a következő üzente. Ha már minden érzés elszáll a rög iránt. Varázsnak még mindig ott van a magyar konyha. Dőljék, omoljék minden a nagy divatok mágiáján, az ősi ételetek ízét, hiteteket, magyarságotokat ne hagyjátok veszni. Isten áld meg a magyart, szép napot, kitűnő ünneplést, remek, disznótoros ételeket kívánok! A fogópálinka elfogyasztása után 7 órakor megkezdődött a disznók szúrása és pörzsölése. A disznóvágások fázisait az 5-tagú zsűri már az első pillanattól kezdve értékelte. Hűvös a város,
felhős mellé. Összen dőljön, támasztam a palat, csak ez a lánynak még sincs, csak szabad a kére. Mindenki valaki hír. Szépen megy a pörzsölés. Ugye mennyit változott a világ itt a pörzsöléssel kapcsolatosan, mert régen volt a szalmával való pörzsölés, ugye? Szalmát rárakták meg, és szalmával rakosgatták. Hát volt, ahol itt van a szalma, csak itt azért van, hogy a böllér rövid hullámú kezelésen átesik, le tudjon rá feküdni, ne fázzon föl. Ugye? Hát itt nagyon kell rá vigyázni, hogy ez a súlyemelés, meg ez a sport, ez ne álljon elő, ne legyen probléma. Tehát először volt a szalmával való pörzsölés, utána volt a tekerőlantos, ugye? A fa pörzsöléssel a tekerőlantos, majd amikor egyre jobban fejlődött a technika, akkor jött ez a gázos pörzsölés. Amíg a csapatok elkezdték a disznók darabolását és feldolgozását, addig a jó hangulatról a kistarcsai rendezvények állandó zenekara a Prestige Band gondoskodott. A 5. Nemzetközi Kistarcsai Böllér Fesztivál látogatóiról, versenyzőiről, gasztronómiai különlegességeiről, vásári forgatagáról, mulatos hangulatot biztosító fellépőiről és a verseny eredményéről térségi közéleti magazinunk jövő heti adásában számolunk be.
Tartsanak velünk akkor is!